Ebben a demóban azt fogjuk bemutatni kollégámmal egy ipari drón segítségével, hogyan lehet a kommunikáció adta kötöttségeket az 5G hálózat segítségével áthidalni. Miért van erre szükség? Ugye alapvetően a drónokat még ma is úgy irányítják, hogy az operátor a készülék, illetve a légijármű közelében kell, hogy legyen, ideális esetben látótávolságra. Ez nem azt jelenti, hogy az operátornak látnia kell a drónt, hanem azt, hogy magának a kommunikációs adóvevőnek látnia kell, tehát egy adott hatókörön belül kell tartózkodnia. Azzal, hogy mi kiegészítettük a drónunkat ezzel az 5G-s modemmel, lehetővé vált, hogy a drónt gyakorlatilag bárhonnan elérjük a világban. Ezt látjuk a mellettem lévő képen is, ugyanis azáltal, hogy az internetre csatlakoztatunk egy drónt, bármilyen országból, bármilyen helyről elérhetjük. Miért van erre szükség? Előfordulhatnak olyan szituációk, amikor nem csak egy drónt, hanem akár egy drónrajt kell kooperatívan irányítani, tehát összehangoltan. Ehhez nyilván szükség van helyszínen jelenlevő operátorokra, akik az adott drónt irányítják, de egy magasabb szintű felügyeleti szerv, például katasztrófák esetén egy olyan szakember, aki az adott vizsgálatot végezni tudja, nem csak az egy adott drónképét tudja látni, hanem akár egyszerre az összesét, illetve be is tud avatkozni szükség szerint, és mindenhez nem kell a helyszínen lennie, lehet akár máshol is, operatív központban, vagy a világ túlsó felén. Köszönhetően az 5G technológiának az adatátvitel gyakorlatilag késleltetésmentes, tehát nem csak a videójá fogadása, hanem a drón irányításába való beavatkozás is megvalósítható és könnyen használható. További előnye annak, hogy már nem csak az operátor, hanem gyakorlatilag bárki elérheti a drónt, illetve a drón eléri az internetet, hogy az olyan számításintenzív feladatok, mint például emberkövetés, vagy valamilyen egyéb mozgó objektum követése, felismerése, vagy térképezése, már nem kell, hogy a drónon, vagy annak közvetlen környezetében történjen, azáltal, hogy a hálózat segítségével a begyűjtött adatok nagyon gyorsan megoszthatók, lehetővé vált a szaknyelven computation offload használata, tehát akár felhőszolgáltatás, akár dedikált számítógép szolgáltatások elérése, adatok biztosítása ezeknek a szolgáltatásoknak, és még egyszer mondom, mindez a alacsony késleltetés és nagy sávszélességnek köszönhetően gyakorlatilag olyan szinten megvalósítható, minthogyha a drón maga végezné el, tehát egyáltalán nem okozhat fennakadást egy ilyen feladat elvégzése, még akkor sem, hogyha a számítást végző egységek a világ túlsó felén vannak. A mellettem látható eszközök segítségével szeretnénk bemutatni a demónkat. Ez a drón egy boltban megvásárolható eszköz egy ugyanilyen kamerával, amit ugyanúgy elérhet bárki. A kiegészítés, ami segítségével mi dolgozunk, az egy számítógép ennek a tetején, ami azért felelős, hogy a kamerastreamet azt ne csak a távirányító felé közvetítsük, ami ugye az irányításhoz szükséges, hanem ezt a streamet a mobilhálózaton keresztül el tudjuk küldeni egy számunkra tetszőleges helyre. Jelenleg ez úgy van megoldva, hogy van egy ilyen ground unit, ami bent van a laboratóriumban, ahol jelenleg most is a kollégám tartózkodik, és 5G hálózaton közvetítjük ide a videóképet, ugye ugyanúgy kis késleltetéssel, ugyanúgy nagy felbontásban, viszont a különbség a kettő között az, hogy a távolság megkötések azok ugye egészen másképpen alakulnak ezzel kapcsolatban. Maga az 5G modemünk az egy telefon, és ez csatlakozik magához ehhez a számítógéphez. Az említett drón itt látható előttem, aminek a felső felépítményét szeretném megmutatni, ugyanis ebben található az a komputer, aminek segítségével tudjuk a videostreamet közvetíteni. A tetején van ugye egy telefon, ami az 5G hálózati csatlakozást biztosítja a Vodafone hálózatára. Ezáltal lehetséges, ugye, hogy a kamera képét, ami ott elő található a gimbalon, azt tudjuk közvetíteni. Ezen kívül ugye nyilván itt van a szokásos távirányító egységünk és minden egyéb kiegészítője a drónnak.